Üdvözlet mindenkinek! 2023. december 7-e van, és Tőzsér Krisztiánnal ülünk le beszélgetni. Krisztiánt én az Ateizmus Facebook csoportban ismertem meg, ahol én mindig beszélgető partnereket keresek, és ő vállalkozó szellemű volt, hogy röviden egyeztettünk vele. Elsősorban megpróbálunk arra koncentrálni, hogy mi is az ő világnézete, feltérképezni azt, megérteni, mit gondol, a fontosabb dolgokról, hogyha eljutunk a későbbiekben odáig. Üdvözlök mindenkit itt az infobubble.hu weboldalon, illetve YouTube csatornán, és megkérnék mindenkit arra egyúttal, hogy osszátok meg, illetve lájkoljátok a videóinkat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Hát is adom neked a szót, Krisztián, üdvözöllek még egyszer, és akkor arra kérlek, hogy mutasd be magad, amit úgy gondolsz, hogy érdemes tudni rólad ahhoz, hogy jobban megértsék az emberek, hogy mi is a világnézeted, hogy egy jobb nézőpontból tudják szemlélni az elhangzott dolgokat, vagy hallgatni. Na hát, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Olyan sok tudnivaló nincs rólam, 36 éves vagyok, Budapesten élek. Nem tudom, ez mennyire kínos vagy nem, de semminek nem vagyok az avatott szakértője. Én csak próbálok tájékozódni ebben a világban, és szeretek meghallgatni nálam okosabb embereket, átszűrni a saját gondolataim azt, amiket mondanak. És hát van még nem úgy hihetetlen égető vágy a világ megismerésére. Értem. Esetleg annyit megoszthatná velünk, hogy mi a jelenlegi világnézeted? Hogyan kategorizálnád magad, hogyha szükséges lenne? Hát én vallás tekintetben agnosztikus vagyok. A politikai nézetemet tekintve centralista, a világnézetemet tekintve pedig kozmopolita. Okay. Úgyhogy ezek pontosan mit jelentenek? Igen. Kifejtheted, esetleg az agnosztikust elmagyarázhatnád így elsőre, hogy mindenki jobban értse, hogy mi az, amit te gondolsz erről, vagy hogyan látod te ezt, mert feltételezem, hogy van ebből is különféle definíciók. Hát az agnosztikust az ateistától azt különbözteti meg, hogy még az ateista konkrétan elutasítja az Istennek a gondolatát, tehát kijelenti, hogy már pedig nincs Isten, addig az agnosztikus az nem foglalkozik a kérdéssel. Elismeri azt, hogy ez, tehát Isten létét nem lehet bizonyítani, se táfolni, és innentől kezdve teljesen értelmetlennek találja a gondolatot is, hogy ezzel foglalkozzon. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, de egyik megoldás sem igazán jelentős, nem igazán foglalkozik a témával. A centralista a politikában azt jelenti, hogy mindenféle ideológiát elutasít. Tehát az összes politikai ideológiától idegen, a centralista elsősorban a gazdaságot nézi, gazdasági mutatókat, az erkölcsöt. Én személy szerint úgy gondolom, hogy egy országnak a gazdasági mutatóiból minden ki olvasható. Az, hogy milyen jó ott élni, az, hogy milyen jó ott felnőni, az, hogy milyen kilátásai vannak az embernek, mennyire érdemes vállalkozni a hosszú távú terveket szőnie. Innentől kezdve megint csak értelmetlenné válnak az ideológiák. A kozmopolita az pedig azt jelenti, hogy valaki nem egy ország, nem egy rassz fiaként definiálja magát, hanem az egész kozmosz szülötteként. Az ilyen ember kívülről próbálja nézni az egész bolygót, és ott onnan nézve, hát eltörpülnek a különböző nemzetek közti, vagy vallások közti ellentétek. Ez egyszerűen fölé emelkedik az ilyeneknek. Értem. Hát ha jól szűröm le ezekből a definíciókból, meg amit elmondtál, akkor legalább koherens azzal, hogy megközelíted a világot, legalábbis nekem úgy tűnik. Ami azt jelenti, hogy igyekszel független maradni minden kötöttségtől, ami az elmédet
próbálja odaláncolni valamiféle fix, már meghatározott ideológiához vagy nézőponthoz. Jól látom? Egyfajta szabadság. Jó, én mindig keresem a... Igen, én mindig keresem a korlátaimat, és mindig próbálom ledönteni, és én hajlandó vagyok ezért a fajta szabad nézőpontért egy csomó árat megfizetni. Például a nemzeti gondolkodás, vagy a nemzeti érdekek értékeinek, tehát értékeit képes vagyok ezért cserébe ellenőrizni. Akkor te nem nagyon azonosulsz. Ja, bocsánat, van egy kis késés azért, ne haragudj, igen? Vagy a vallásoknak a pozitívumait is el tudom engedni, azért, hogy cserébe egy öntebbről tudja nézni az egész mindenségre. Uh-huh. Értem. És pillanat. Most a három közül engem mind a három érdekel, mert nem nagyon találkoztam még olyannal, aki ilyen egyértelműen képes volt definiálni az ő álláspontját. Nem feltétlen ez azt jelenti, hogy az emberek nem tudják, hanem talán nem foglalkoztak annyit ezzel. Te szoktál, nyilván ezzel foglalkozol, te nem? Vagy ez fontos neked, hogy ezeket így kikutattad, ezeket a meghatározásokat? Igen, ezek fontosak számomra, de igazából bármilyen nézetet képes vagyok elengedni, hogyha találok egy annál jobb. Most jelenleg ez a három az a túl. Nem tudom, lehet, hogy ki fog az útra találni valaki, valami ennél is jobbat, amivel jobban tudok azonosulni. Uh-huh. Akkor azt el tudod mondani, röviden, hosszan, ahogy csak szeretnéd, hogy hogyan jutottál el oda, hogy te agnosztikus lettél, ami fogalmazunk, hogy Istent illeti. Mert gondolom nem így, nem ez az első, ahogy megszülettél, nem agnosztikusként születtél meg, bár lehet, de ha esetleg így visszamész időben fejbe, volt ennek esetleg valamiféle fejlődése, vagy idézőjebb evolúciója, hogy eljutottál oda, hogy neked ez lett az elképzelésed a világról? Hát senki nem szület itt igazából semminek sem, csak agnosztikusnak. Tulajdonképpen soha nem tudtam igazán azonosulni egyetlen vallással sem. Talán hogyha nem létezne az agnoszticizmus, akkor lehet, hogy sátánista lennék inkább, ami lehet, hogy furán hangzik most, de az valójában csak az élet imádatot jelenti. Tehát a sátánisták javarészt az élet örömeit hajszolják, ennyi a titok. Értem. Ennek nem volt egyébként nem volt különösebben hosszú evolúciója, mert ha valaki semmilyen vallással nem tud azonosulni, akkor igazából csak az agnosztikusnak a fogalmát kell egyszer valamikor megismernie, és akkor érzi, hogy na ez az övé, hogy akkor nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Akkor úgy kérdezem, hogy mikor kerültél kapcsolatba ezzel? Szóval mi volt az a pont, amikor te úgy döntöttél, hogy jó, tegyük a Biblia, a kereszténység az nem az igazi út, és milyen egyéb vallások azok, amiket esetleg megvizsgáltál, ha egyáltalán? Hát én úgy veszem ki, hogy egyébként a vallások eléggé nagy átfedésben vannak egymással, próbálnak valami erkölti útmutatót adni, viszont emellett rengeteg tévútat is kínálnak, és zsákutcát. Nem hiszem, hogy vallásoknak kellene lennie annak, aki erkölcsös szeretne lenni. Akkor mi a... Ja, bocsánat, mondj. Hogy konkrétan az agnosztikus fogalmát, az hogyan vagy mikor ismertem meg, ezt nem tudom konkrétan mondani. Az biztos, hogy néhány éve maximum, tehát 2-3 éve különböző tudományos előadásokat szeretek fogyasztani, és azokban fordult elő, hogy amikor egy-egy tudós kérdezték, hogy mi az ő világnézete, akkor ezt elmagyarázta. Megértettem, és tényleg sem tudok fel azonosulni.
Világos. Lehetséges, hogy ez az agnoszticizmus nyilván nem egy új dolog, mert ez létezett már, gondolom én, évezredekkel ezelőtt is. Valamiféle abból fakad, hogy az ember igényel egyfajta bizonyítékot, vagy bizonyítékcsoportot ahhoz, hogy elfogadja, hogy Isten létezik, és mivel ez a bizonyítékcsoport nem áll rendelkezésre olyan értelemben, hogy kézzelfogható bizonyíték, amit az emberek többsége várna, vagy elfogad bizonyítéként. Nyilván egy ilyen intuitív dolgot, hogy imádkoztam, és akkor úgy lett, ahogy akartam, most mondogathatom én ezt neked, ezt nem fogod úgyse elfogadni bizonyítékként, akkor sem, hogyha több száz másik ember ezt állítja. Lehet, hogy ez egy nagy problémája egyébként a jelenlegi materialista világ szemléletnek, hogy túlságosan eltolódott az analitikus gondolkodás irányába, és az intuitív ezért hát háttérbe szorul, szóval mindenki a bizonyítékot azzal azonosítja, ami az érzékszerveinkkel fel tudunk fogni, vagy műszerekkel, vagy legalábbis ki tudunk számolni. Úgyhogy én megértem, hogy miért lesz valaki agnosztikus, hiszen vár arra, hogy legyen egy bizonyíték Istenről, még azt hiszem, hogy ilyen direkt bizonyítékot nehéz lenne találni, ha csak nem a természet, meg a minket körülvevő környezet komplexitását, illetve egyben egyszerűségét annak veszük, de ezt akarom megkérdezni, az erkölcsről már felmerült többször, és ez egy örök dilemma, meg vitatéma a vallásos, illetve fogalmazzunk úgy, hogy nem vallásos emberek között. Hogy azt mondod, hogy az erkölcs fontos. Megfogalmazod azt, hogy mi az, amit te annak tartasz, mi az, amit erkölcsnek tartasz először is, mi az, ami és mi határozza meg, hogy valami erkölcsileg jó, pozitív, mert gondolom ezek a kategóriák léteznek, vagy negatív? Hadd mondjam el, hogy ugyanezt nem kutattam ki, de az meg lehetne, hogy az agnosztikus kifejezés az több ezer éves lenne. Már csak azért is, mert az objektív gondolkodás, amit ma értünk ez alatt, ez nagyon-nagyon rövid ideje él már az emberiségben. Ez az emberiség 99,99%-ában nem létezett. Anélkül nem létezhet egy ilyen fogalom sem. Még egyszer megismételnéd? Csak magát azt a prepozíciót, hogy amit állítasz, még egyszer. Hogy miért nem létezett? Nem létezett az objektív gondolkodás? Nem, oké, értem, objektív gondolkodás nem létezett, azt mondod. Nem létezett, ez a legtöbben, amit osztok én is, az Kepler munkájában vált el, az objektív gondolkodás a misztériumtól. Addig a kettőt nem lehetett megkülönböztetni egymástól. És mindenféle objektíven is megfogalmazható tézist, mindenféle vallási tanokkal, misztikummal, versekkel, romantikával próbáltak átadni. És én úgy gondolom, hogy az agnosztikus fogalom nem létezhet az objektív gondolkodás nélkül. Mert hogy, tehát itt arról van szó, hogy úgy gondolja az agnosztikus, hogy nincs jelentősége annak, hogy van-e Isten. Ugyanabban a világban élünk, hogyha van Isten, ugyanabban, hogyha nincs. Hasonló kérdés ahhoz, amit sok tudós feltett már, hogy mi van akkor, hogyha egy animált világban élünk, mint a Matrixban, hogy fekszünk a kis kapszulákban, és akkor az egész világ csak a fejünkben létezik, mi van akkor, és honnan tudjuk? Hát sehonnét, de nincs itt jelentősége. Nem számít, hogy valós-e a világ, vagy számítógép generálta-e. Ugyanígy nincs jelentősége annak sem, hogy van-e Isten, vagy nincs. És mi az, amivel meg tudod azt indokolni, hogy nincs jelentőség. Egyébként igazod lehet erről az agnoszticizmussal kapcsolatban most, hogy így jobban belegondolok, de felmerült az a kérdés is bennem, hogy függetlenül attól, hogy milyen idősnek hisszük a Földet, meg az emberiséget, én a fiatal Földet értek egyet, ami a bibliai kép, a 6000 év, stb. Nyilván feltételezem, te nem, de nem is fontos. A lényeg az, hogy
amennyiben nem létezett ez a fajta gondolkodás, mint ahogy nem létezett egészen néhány évszázaddal ezelőttig, mert most közben megnéztem, akkor szerinted mindez idáig, amíg el nem jutunk mondjuk ehhez a néhány évszázaddal minket megelőző időszakig, mindenki, vagy az embereknek, ahogy mondtad, 99,9%-a nem értette a valóságot, amelyben élt, tehát ő azt képzelte, hogy létezik egy Isten, mert egyébként ez irányította az embereknek az életét évezredeken keresztül. A különböző vallási hiedelmek, melyek abban is egyetértek veled, hogy a jelenlegi vallások nagyon sok közös elgondolást képviselnek, de pont ez is a célja a vallásnak, a kontroll. Azonban ez azt jelenteni, hogy egészen néhány évszázaddal minket megelőző időszakig az emberek nem értették a valóságot, amelyben élnek, hanem egy tévhitben éltek mindvégig. Magyarul az emberiség tömegének 99%-a a történelmünk során nem értette, hogy hol él. Ezt gondolod? Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Nem csak addig nem értették, igazából most sem értjük. Az ember egyelőre nem is igazán értheti meg a teljes világot, a tudósok sem értik. Viszont azt vedd alapul, hogy mondjuk Kepler idejében nem volt általános az írás olvasás. A papok és az uralkodók tudtak írni és olvasni, azon kívül senki. Tehát most innen indulunk. Hogyan érthet meg bárki olyan dolgokat, amiket manapság alapvetőnek tartunk, anélkül, hogy olvasni tudna? Vagy nem is igazán foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel. Kérdezted egyébként az erkölcsöt, erről is szerettem volna mondani. Még csak ehhez, bocsáss meg, ne haragudj, még nem a, mielőtt átmegyünk oda, még erre visszatérnék egy pillanatra lehet. Mert közben én nekem megvan az a előnyöm, hogy nézek, én nem voltam benne biztos, hogy Kepler mikor tevékenykedett, de 1570 és 1630, ami azt jelenti, hogy már a könyvnyomtatás után, szóval a könyvnyomtatás már létezett, és érdekes módon a könyvnyomtatást magát vezette előre, meg hajtotta előre a vágy, hogy az emberek megszerezzék a Bibliát. Ugyanis a könyvnyomtatás, mikor megjelent, akkor ez volt az a könyv, amire mindenki vágyott. És itt visszakerül kell, hogy térjek ugyanarra, amit mondtam, hogy akkor ez azt jelenteni, hogy az Isten hívő emberek, akik most is a világnak a túlnyomó többségét adják, mert 1,5 milliárd muszlim, 2,5 milliárd keresztény, végtelen hindú. Szóval az emberiség többsége ezek szerint az álláspont szerint, amit te képviselsz, vagy az ateisták még inkább, nem érti a valóságot, amelyben él. És ez furcsa számomra. Ez az egyik, szóval nem tudom, hogy ebbe egyet értünk-e, de azt mondtad, hogy igen. És a másik az, hogy megfigyelés útján az ember megérti a valóságot. Nem kell, hogy elolvassam, hogy a Föld ilyen vagy olyan alakú, hanem megfigyelem a valóságot magam körül, és abból megtudom, hogy milyen az a hely, ahol élek. És szerintem ezt a módszert alkalmazták az emberek az évezredek során. És amiről te beszélsz, hogy már el tudod olvasni, az megváltoztatta ezt, és lehetővé tette azt, hogy az ember elhiggye azt, amit nem tapasztal, csak azért, mert más azt állítja, akiről azt gondolja, hogy megvan neki ez a hatalma, meg tudása, meg tekintélye. Ha érted, mire gondolok. Magyarán az olvasás lehetővé tette a manipulációt, és még nagyobb, mint ahogy már az kialakult, legalábbis ahogy én látom. Érthető? Szóval nem kell egy könyv, elég csak megfigyelnem a világot ahhoz, hogy megértsem. És az emberek erre a következtetésre jutottak. Szóval a kérdésem az, hogy megismételjem, hogy lehetséges-e az szerinted, hogy mi tudjuk rosszul? Legalábbis azok, akik egyre növekvő tábor, akik elfele fordulnak Istentől, hogy nekik nincs igazuk. Elképzelhető, persze lehet Isten, sőt lehet, hogy
haragszik is arra, aki elutasítja őt. Ez abszolút lehetséges. Viszont egyetlen ember, tehát most a valóságérzékelésre, amit mondtál, hogy hagyj reagáljak, hogy egyetlen ember is elvileg megértheti az egész világot, nagyon azáltal, hogy megfigyeli, és abból következtetéseket von le, de a világ az nagyon nagy és nagyon bonyolult. És egészen az ókori filozófusok és fizikusoktól napjainkig az összes kísérletet, az összes feljegyzést, az összes számítást el kellene végeznie. Ha önmaga teljesen csak magától szeretné megérteni világot, ez lehetetlen kihívás egyetlen embernek. Tehát muszáj támaszkodnunk az előttünk élő kutatóknak a munkáira, de akár a vallási kutatókról is gondolhatok, nem csak a tudományra. Tehát Newton mondta azt, hogy álljatok a vállamra, hogy vigyétek tovább azt a munkát, amit én már megcsináltam, és építkezzetek rá tovább. Most nem lehetséges sajnos. Végül. Szerintem. Amit az erkölcsről kérdeztél, a mai napi erkölcs, amit ma erkölcsnek nevezünk, az valójában Krisztussal kezdődött. Ő volt az első olyan mód, ahogyan kijelentették, hogy nem érvényes a szemed szemért fogad fogért elv. Hogy ő Krisztusig az teljesen általános és érthető és elfogadott volt az, hogy hát akkor átmegyek én a szomszéd faluba, akkor lemészárolom ott a férfiakat, a gyereket a falhoz vágom, megerőszakolom az asszonyát, meg mit tudom én. Mert ezt csinálta az apám is, meg tavaly ők is átjöttek hozzánk, és ugyanezt csinálták. Ez egy normális volt. Itt a mai napig nagyon sokan szintén így gondolkodnak. Krisztus volt az az út, az a példamutatás, ami azt vetítette előre, hogy ez így nem helyes. Nem lehet csinálni. Ez nem emberi. És ez az erkölcsi tan, amire a mai civilizációnk is épül. Törvényhozásunk, az, hogy a hétköznapokban hogyan viselkedünk egymással, hogy éjszaka végig lehet menni az utcán, és nem fognak megkésenni, mondjuk a középkorban. Még ehhez hasonló. Tehát itt jönnek be a vallásoknak a pozitív éppen. Persze nyilván a szemed szemér fogad fogért elvet tisztáznunk kell, hogy mi az, amiről ő beszélt, mi az, ahogy ő értelmezte, ő nem úgy, nem feltétlen pontosan úgy értelmezte, ahogy mint a te most utaltál volna rá, ő a büntetés végrehajtásra értette a szemed szemért, fogad fogért, de azt hiszem te is, mintha valahogy ezt próbáltad volna megfogalmazni. De ez ma is érvényes, a szemed szemért, fogad fogért, csak ma börtön vagy pénzbüntetéssel sújtjuk az embereket, nem pedig fizikális büntetéssel, hogyha tegyük fel, én kimegyek az utcára, belekavarodok egy verekedésbe, és meghalok, akkor azt az embert, aki engem megölt, a büntetés végrehajtás a szemed szemért, fogad fogért elv alapján fogja elítélni, csak nem áttevődik a maga büntetés, ugye szabadságvesztésre, illetve esetenként pénzbüntetésre, és ez még mindig nem fogja őt mentesíteni attól, amilyen büntetést Istentől kap. Szóval az elv megmaradt, csak a következménye itt az, hogy szabadságvesztésre ítélik, de a büntetést ő kiszabja a végén. Szóval a szemed szemét fogad fogért, csak mi nem hajthatjuk végre úgy, hogy ő eltörte a kezem, szóval akkor hozzuk ide és törjük el a kezét, ebbe igazad van. De ez nem fogja mentesíteni alól őt, sem a következmények, sem pedig a büntetés alól, hogyha ő nem hívő. Úgyhogy a büntetés végrehajtás az mindez idáig ezen elv alapján működik. Az pedig, hogy mi civilizáltabbak lennénk, az ugye egy nagy kérdés, mert az, hogy éjszaka el tudok-e menni, anélkül, hogy megkéseljenek, az lehet, hogy érvényes egy kisebb városban, vidéken, de annak a peremterületein, vagy Budapesten, vagy a világ 80%-ában nem érvényes, mert kétlem, hogy Delhiben csak úgy sétálgathat az ember az utcán, anélkül, hogy
vagy Dél-Afrikában, a Dél-Afrikai Köztársaság. Szóval ez sem egészen így van. Szóval nem feltétlenül vitába akarok szállni azzal, amit mondasz, mert részben egyetértek, hogy nekünk úgy tűnhet itt a nyugaton, hogy civilizáltabb lett a világ, de egy része a világnak civilizáltabb, ahol a kereszténység egész véletlenül elterjedt, az lett úgymond civilizáltabb, de a többi része a világnak nem. Szóval mit gondol, mi akkor mégis az erkölcs számodra? Mi az, aminek te ezt fogalmaznád, ha gondolkodtál ezen? És mi alapján döntöd el, hogy valami erkölcsöse, feltételezem az lesz a pozitív, vagy pedig nem erkölcsös, ami ezért hát lesz a negatív? Az erkölcsöt én nem tudom megfogalmazni. Én úgy gondolom, hogy ez egy érzés az emberekben, egy értékrend, amihez igazodni kéne a mindennapokban. Szóval konkrétan én ezt nem tudom megdefiniálni, azt tudom, hogy mondjuk itt van ez a szörnyű háború Gázában, és hallani, hogy a terroristák miket művelnek egyik másik emberrel, ezeket a középkori borzalmakat, és hogy ez iszonytat engem. Innen tudom, hogy én erkölcsös vagyok, de tudom azt, hogy itt körülöttem is, Európában is vannak emberek, akiket ez valamiért nem iszonytat. Vagy nem képesek felfogni, hogy miről van szó, vagy amíg nem velük történik, addig nem zavarja őket. Nem tudom, melyik a helyes válasz. Az biztos, hogy valahol máshol vannak az erkölcsi nívóik, mint az enyém. Csak azért, mert őt nem iszonytatja ez a dolog. Tehát végül is az dönti el, hogy mi az, ami helyes, vagy nem, legalábbis ez alapján, amit mondtam, nem biztos, hogy így van, meg lehet, hogy kifinomultabb ez, és majd te ezt leírod a későbbiekben, de most, amit én így összegyűjtöttem ebből, az azt jelenteni, hogy attól függően, hogy érzed magad egy adott eseménnyel kapcsolatban, az dönti el, hogy az jó-e, vagy nem. Igen. És akkor van egy, szóval szubjektív az, hogy mi az, ami erkölcsös, és mi az, ami nem. Hát alapvetően az ember teljes mértékben szubjektív, de azért itt a világ jobb helyén azért vannak egyes dolgok, amik mindenképpen erkölcsösek vagy erkölcstelenek. Tehát vannak dolgok, amikor azért nincsen kértés, de alapvetően az embernek az értékítélete is szubjektív. Persze, most az a kérdés, hogy mit csinálunk akkor, hogyha te így látod, én meg úgy? Kellene akkor valamit csinálni, hogyha másképpen látjuk? Tehát tudunk itt róla beszélgetni, tudunk róla vitázni, veszekedni, hogyha én úgy gondolom, hogy te erkölcstelenséget követsz el, és az törvénybe is ütközik, akkor fel tudlak jelenteni. Most nem értem pontosan a kérdést, hogy te másképp látod, mint én, akkor... A törvény az maga szabályozza, a törvény, amit létrehoztunk, szabályozza ezt a vitát. Szóval én arra irányult a kérdésem, hogy hogyan határozzuk meg akkor a törvényeket, amik kormányozzák az életünket. Hiszen mi ketten lehet, hogy nem értünk egyet, de a társadalom kénytelen valamilyen konszenzusra jutni, különben anarchia lesz, hogyha azt mondanánk, hogy mostantól mindenki eldöntheti, hogy mit csinál akkor, hogyha valaki megsérti az utcán, vagy mit csinál akkor, hogyha megcsalja a felesége, vagy mit csinál akkor, hogyha ellopja a szomszéd a tyúkját. Erre vannak törvények, amikre konszenzus alapján jutottunk el. És ez a konszenzus valamilyen erkölcsi normatívát alakít ki az emberekben, ugyanakkor táplálkozik is abból. Szóval hogyan fogunk dűlőre jutni bizonyos kérdésekben, ha nincs egy értékrend, amiből mi táplálkozunk? Ez a kérdés.
Hát hogy nincs, hiszen van egy közös értékrend, van társadalmi keretrendszer, amiben próbálunk mozogni, illetve hát van egy társadalmi konszenzus a törvényekről, ami után próbálunk menni, viszont az erkölcsöt, a helyes és helytelen fogalmát azért egyetlen törvényben sem sikerült még soha beleiktatni, csak próbáljuk valahogyan megközelíteni, nem mindig sikerül. De nem értem egyébként a dilemmát, tehát hogy... De, szerintem igen. Az erkölcs az egyfajta értékrend, egyfajta magatartási kódex, amit a társadalom szabályoz a törvényhozás során. Én most azt mondom neked, hogy honnan vesszük mi az erkölcsnek azt az alapját, azt a magasabb rendű vezérlő elvet, ami alapján meghatároztuk, hogy ha valaki részegen elüt bárkit, az ennyi és ennyi szabadságvesztést von maga után. Érthető, amit mondok? Hogyha mindenki másképp látja, és mindenki azzal megy, amit érez, az nyilvánvalóan nem jó, hisz a társadalom is arra jutott, hogy nem úgy fogunk élni, hogy mindenki eldönti, hogy adott az önbíráskodás lenne. Szóval van-e jobb értékrend vagy alap, mint a biblikus? Ez a kérdés. Hogy van-e jobb a biblikusnál? Vagy... Igen. Amire épül az, a nyugati társadalom. Nem pontosan értem a kérdést. A nyugati társadalom... Hát egyelőre ennél jobban nem találtunk. Világos. A nyugati társadalomnak az értékrendjénél egyelőre szerintem jobban nem találtunk. Lehet, hogy fogunk majd egyszer, amikor tovább fejlődik, vagy tovább lép az emberiség. Akkor, mivel a nyugati társadalmak, azok alapvetően keresztény társadalmak voltak legalábbis napjainkig, míg elmozdultak ebbe a szekuláris, materialista, liberális irányba, amit most képviselnek, de egészen mondjuk egy fél évszázaddal ezelőttig nagyjából a hívjuk úgy biblikus, de egyébként judeo-keresztény értékrend volt az, ami meghatározta ezeket a társadalmakat, és én amellett érvelnék, hogy ezért volt ez a fajta virágzása ezeknek a társadalmaknak. Most, ha te nem értesz ezzel egyet, akkor valahogy megindoklod, ha nem érdekel a téma, akkor tovább megyünk. Ha van alternatív ötleted, akkor meg megbeszélhetjük azt is, de én ezt mondom, hogy értem a kérdést, azért végre ilyen értem. Virágzó a társadalom, mert a judeo-keresztény értékrend és erkölcsi norma az, ami alapján rendeztük az életünket. Na, végre értem a kérdést egyébként, és szerintem ebben nagyjából egyetértünk. Ugye említettem korábban, hogy a mai értelembe vett erkölcs az Krisztusnak a hagyatéka, krisztusi tanoknak a hagyatéka, és ez a fajta erkölcsi norma, ez a mai korábbiakhoz képest virágzó társadalmunknak az egyik alappillére. Vannak más alappillérei is, aminél különmagában csak az erkölcsösség nem sokat érne, ilyen például a tudomány fejlődése, vagy az általános műveltség, a közoktatás elterjedése, meg ehhez hasonlók. Most az nyilván egy kérdés, hogy a tudomány fejlődése mennyire járult hozzá. Ehhez lehet, hogy nagyobb jólét van, mert az inkább másképp fogalmazok. Kényelmesebb az élet. Az kétségtelen, hogy ma kényelmesebb az élet, de én vitatkoznék azzal, hogy az élet jobb lett ezért hát. Ugyanis szerintem minden mutató szerint, ahogy fejlődik a tudomány, és mi tolódunk el egyfajta tudományhívő társadalom és tudásalapú társadalom felé, az élet az egyén számára egyre nyomorúságosabb lesz. És ezt alátámasztják számos különféle statisztikák. Szóval a tudomány nem biztos, viszont még azt megkérdezem ezzel az erkölccsel kapcsolatban, és igyekszem megfogalmazni a kérdést
úgy, hogy egyből érthető legyen, mert lehet, hogy én voltam az, aki, vagyis valószínűleg nem jól közelítettem meg, de szerinted, hogyha a társadalmak virágoznak, és a Bibliára alapozzuk ezt a fajta értékrendet, amire építjük a társadalmat, az nem egy közvetett, vagy akár közvetlen bizonyíték Isten létezésére, hiszen neki tulajdonítjuk a bibliai írásokat? Én szerintem ez nem bizonyíték Isten létére. Már csak azért sem, mert én nem Istennek tulajdonítom a bibliai írásokat. Ezeket az üzeneteket, amiket a Biblia közvetíteni kíván, ezeket nagyon sokszor, nagyon sok féleképpen írták le. Lehet, hogy a Biblia csak a legnépszerűbb ezek közül. Nem beszélve arról, hogy rengeteg olyan tan van, ami például nem került bele a Bibliába hivatalosan. De eredetileg a kereszténység tanai közé szánták. Tehát én szerintem a Bibliát emberek írták, az akkori átlagnál okosabb emberek, akik próbáltak valamiféle üzenetet beletenni az életről, iránymutatásról, erkölcsről, szeretetről. Nem mindenhol sikerült. Világos. És akkor én, mint amit most mondasz, talán még inkább abba az irányba tereli az egészet, hogy ez bizonyíték Isten létezésére, hiszen arról beszéltél, hogy nagyon sokszor, nagyon sok helyen megfogalmazták ugyanezt. Jól értettem? Igen, tehát hasonló üzeneteket megfogalmazták már nagy filozófusok, a legtöbb vallásban a világon felelhetőek ugyanezek a iránymutatások. Ebből a szempontból semmi különöset nem mond a Biblia. Az mond, de mert ugye maga Jézus az csak ott található meg, szóval ilyen szempontból mond különöset. De ami még fontosabb akkor, hogy ha földrajzi, meg mondjuk időbeli megkötésektől függetlenül is az emberiség csoportjai ugyanarra a következtetésre jutottak az értékrendet illetően, mint ahogy mondod a vallásokban, az én úgy gondolom, hogy egy bizonyíték arra, hogy valaminek kell lennie a háttérben, ami általános érvényű. Most a dilemma az, hogy ezt Istennek hívjuk, vagy egyszerűen csak az emberek mindenhol véletlenül a történelem során, úgyhogy nem is érintkeztek egymással, ugyanarra a következtetésre jutottak. Hát egyrészt arra, hogy az emberek ugyanarra a következtetésre jutottak, világszerte ez azért nem igaz. Korábban beszéltük már, hogy a világ nagyobbik része az azért még kellemetlen hely. És vannak kiszonyúan rossz helyek is. És én nem hiszem, hogy ezekben az emberekben a krisztusi, vagy akármilyen itteni felfogás szerint elfogadható erkölcsi norma létezne. Tehát akik kisgyermekeket sütnek meg, véresre erőszakolnak nőket, én nem hiszem, hogy ezek erkölcsös emberek. Vagy azok az emberek, hirtelen nem teszem be a szigetnek a neve, létezik egy benszülött csoport egy szigeten, amiket nem lehet megközelíteni. Semmilyen módon, mert hirtelen annyira agresszívan támadnak mindenkit, azonnal megölnek. Volt egy földrengés, és helikopterrel föléjük repültek a kutatók, hogy ugyan mégis mi van velük, és azonnal nyíli záporral fogadták őket. Aki addig arra a szigetre lépett, mindenkit megöltek. Én nem hiszem, hogy ezek az emberek ugyanazokra az erkölcsi eredményekre jutottak, mint mi. Hát mivel nem tudjuk nem tudjuk megközelíteni őket, ezért nem az tudjuk. De hogyha az a kérdés, hogyha a világ nagy tanítói, filozófusai és gondolkodói helyjel közel ugyanazokra az eredményekre jutottak, én nem azt látom ebben, hogy Isten bizonyítaná, hanem hogy ez a jó irány.
legtöbben rájöttek, hogy ez a jó irány. Tehát, kérdés az, hogy miért ez a jó irány? Egyszerű. Tehát, hogy honnan, mi okozza az, hogy azért, ez a jó irány? Azért, mert hogyha én lemondok arról a lehetőségről, hogy bosszút álljak valakin, aki miatt sérelemért, akkor cserébe azt megkapom, hogy én rajtam sem fognak bosszút állni, hogyha én sérelmet okozok valakinek. Ez egy nagyon jó üzlet a világgal. Én úgy gondolom, ez egy jó deal. Jónak jó, csak ugye nem így van, mert hisz a rendszer bosszút áll helyetted. Szóval, hogyha bármiről is legyen... Na jó, de... Igen? Tehát a rendszer bosszút áll helyettem, az a helyzet, hogy itt arról van szó, hogy társadalmi konszenzusban megbíztunk a nagy átlagnál okosabb embereket, hogy döntéseket hozzanak bizonyos vitás ügyekben. Azért ezzel vitatkoznék, nyilvánvalóan nehezebb fog működni, meg ez gyakran nyilván félre csúszik. De ez még mindig sokkal jobb, mint hogyha agyba főbe vernénk egymást, mint az ős emberek. Nézd. Nem jól működik, jobban, mintha nem lenne. Én nem vagyok benne biztos, hogy ha a büntetés végrehajtási rendszer szigorúbb lenne és eltolódna a fizikális büntetés felé, akkor nem lenne a társadalom sokkal rendezettebb, mert meggondolná az... Nem azt akarom mondani, hogy én ezt akarom visszaállítani, vagy én ezt gyakorlom még mielőtt valaki úgy veszi, de ha az lenne, hogy ha ellopod a szomszéd tyúkját, levágják a kezedet, mint ahogy az Magyarországon volt 1000 körül, még Könyves Kálmány idejében is, szóval mi úgy tekintünk magunkra, mint hogyha valami, mármint ez a nemzet, akinek van ez a fajta identitása, hogy magyarok milyen civilizáltak, 1000 körül még az embernek levágták a kezét, hogyha lopott, sőt, megölték, ugyanúgy, ahogy a házasságtörő nőt is megölhette a férje, és ez Magyarország 1000 évvel ezelőtt. Szóval azok a törzsek, amikről beszélsz, hogy ott élnek az akárhol, mi azok a törzsek voltunk, csak idejöttünk és felvettük a kereszténységet. És ez az, ami minket ebbe a fajta békésebb életmódra terelt. Így tehát én mindig is visszatérek oda, amit mondtam, hogy amennyiben a bibliai értékrend az, ami motiválja az embert, és Jézus a bibliai értékrend része, és nem a hindu értékrend része, addig a társadalom nagyszerűen működik. Amint eltávolodunk attól, mint ahogy tesszük azt most, láthatjuk, hogy szép lassan elemeire hullik az egész társadalom. És ez egy bizonyíték, én úgy gondolom, amellett, hogy ez az értékrend, ez a helyes. És innen nem egy óriás ugrás azt mondani, hogy ez azért van, mert Isten, aki alkotta ezt a világot, megadta nekünk azt, hogy hogyan működik ez, mint egy használati utasítás, és ha úgy használjuk, az szerint, akkor minden rendben lesz, ha nem, akkor viszont problémákkal fogjuk szembe találni magunkat. Ez az én érvem emellett. Ez nem rossz gondolat egyébként, meg logikus is. Én azzal kritizálnám, hogy nagyon lesarkítod. Úgy gondolom, nagyon lesarkítod egyes elemeire a társadalomnak az egyes hatásokat. Amit mondtál, hogy nem hiszel abban, hogy ha szigorúbbak lennének a törvények, akkor rendezettebb lenne a társadalom, ebben abszolút egyetértünk. Nem véletlenül szüntették meg a halálbüntetést a világ fejlettebb részén, mert semmivel nem volt nagyobb rend azzal, hogy halálbüntetés fenyegette az elkövetőt, mint hogyha nem. Akkor sem volt nagyobb rend, amikor lopási levágták az ember kezét. Ezek nem függenek ilyen értelemben össze. Az, hogy... Bocsánat, csak annyit hagytél már hozzá, hogy félreértettél, mert én azt mondom, hogy szerintem nagyobb rend lenne. De ez nem vesz el semmit abból, amit mondasz. Én értem, hogy te mi mellett érvelsz, de lehet, hogy rosszul fogalmaztam. De én úgy gondolom, hogy nagyobb rend lenne, mint ami most van. Szóval, ha tudja egy politikus, hogy ellop 100 millió forintot, és aztán kivásárolja magát egy ügyvéd segítségével, ellenben levágnák a kezét, ha megcsinálja, szerintem kétszer átgondolná, hogy megcsinálja, vagy nem. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok
Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Na akkor viszont ebben nem értünk egyet. Az a helyzet, hogy azok az országok, ahol levágják valakinek a kezét lopásért, ott a legnagyobb a korrupció. Brutális nyomorba döntik a saját népüket, és nincs, aki ítélkezzen felettük. Az, hogy azt állítod, hogy attól lettünk fejlettebbek, meg civilizáltabbak, meg együttérzőbbek itt a világ jobbik részén, mert felvettük a kereszténységet, ez így ebben a formában nem igaz. Eleme volt, egy eleme az egész folyamatnak, de ez így ebben a formában nem igaz. Az inkvizítorok is vallásosak voltak. Szerinted erkölcsösek voltak? Vagy a keresztes háborúkat vívó emberek? Szerintem nem voltak erkölcsösek. Az én erkölcsi rendemmel legalábbis nem összeegyeztethető az övé. Én úgy gondolom, hogy azt, hogy... Egyetértek abban, amit mondasz, a keresztesről, meg akár az inkvizícióról is. Sajnálatos, igen. De értem, amit mondasz. Visszatérve erre, igen. Most csak... Én, fejezd be, mondjad. Igen. Tehát, hogy az, hogy a mai erkölcsös és békés társadalmunkat fel tudtuk építeni, az, hogy a kereszténység tanait magunkénak éreztük, az egy eleme volt az egész folyamatnak, de nem az egész. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb és legmeghatározóbb szerepe abban, hogy ma erkölcsösek és békésebbek vagyunk, az a jólét. Az a gazdasági jólét, mert nincsen rajtunk az a pszichológiai nyomás, hogy valaki mástól kell elvegyük azt, amire szükségünk van. Nem nélkülözünk és nem nyomorgunk így a hétköznapban. Persze van aki, igen. De nagy átlagban nem. És nem kell kirabolnom senkit azért, hogy holnap tudjak enni. Ezért aztán sokkal együttérzőbb életet élhetek. Lényegében a körülmények tesznek erkölcsössé, valójában nem vagy az, csak hisz azért nem teszed meg, mert nem csak a szükséged, de ha szükséged lenne rá, megtennéd. Ami azt jelenti, hogy az ember nem feltétlen erkölcsös ezek szerint. Érted? Szóval az erkölcsös akkor is, amikor nehéz körülmények között találja magát. Ezt jelenti az erkölcs. Mi leragadtunk az, hogy a társadalom hogyan szabályozza az életét, és mi az, ami szerint a törvényhozás történik. Azonban az erkölcsnek az a lényege, hogy az egy belső iránytű, ami szabályozza azt, hogy hogyan viselkedek függetlenül a körülményektől. Abban nem vagyok biztos egyébként, hogy a korrupció az ezekben ha jól emlékszem, akkor hoztad összefüggésbe, hogy a fejlettebb országokban kisebb a korrupció, jól gondolom? Ez nem feltétlenül így van. Azért mi is fejlett országnak számítunk, aztán nézd meg, hogy mi van, de azért a fejlettebb és tudatosabb társadalom azért sokkal hajlamosabb elvárni a vezetőitől azt, hogy ne legyenek korruptak. Hajlamosabb, de hát korrupció teljesen sosem fog megszűnni. Sehol. Világos. Lehet, mert most itt nézem a korrupciós térképet, hogy hogy van ez, és itt úgy van, ahogy mondod, persze, biztos van benne valamiféle részrehajlás, és kik azok, akik csinálják ezeket a felméréseket, ha nem a nyugati államok, úgyhogy nyilván Dánia, Finnország, meg Új-Zéland lesz a legkevésbé korrupt, és Szomália, Szíria, meg Dél-Szudán valóban, lesz a legkorruptabb ország, nem azt fogják mondani, most, hogy ja, igen, most mi vagyunk. De most képzeld el tehát a kongói embereket, hogy hogyan várják el a vezetőiktől, hogy azok ne legyenek korruptak, és az ő érdekükben cselekedjenek, amikor azt se tudják, hogy az az erdő, amiben élnek, azon kívül mi van még a világon. Nincsenek is tisztában a nagy világ egészének a létével gyakran. Uh-huh.
az országban is, egyébként a mi országunkban is szerintem az az egyik legnagyobb probléma, hogy az emberek nem értik, általában nem értik, hogy mit kellene csinálni egy politikusnak. Ha nem érti, akkor hogyan várja el? Lehetetlen. Akkor végül is mindegy, hogy Kongóba él, vagy Magyarországon. Ugyanúgy nem tudom, hogy mi van. Hát azért nem cserélnék. Nem cserélnék azért. Persze nem is voltunk mindig ott, szóval. Nekünk van egyfajta elképzelésünk. Világviszonylatban az egy tök jó hely. Nem, úgy értem, hogy én egyetértek azzal, amit mondasz, abszolút. Bár nem feltétlenül a gazdaság miatt, én sokkal inkább az úgy általános társadalmi erkölcs miatt, meg a törvényhozás miatt, különösen a liberális eszméknek a visszaszorítása szerintem pozitív Magyarországon, szóval ezért ez egy jó hely élni, de nem nagyon tudjuk, hogy Kongóban mi van, és ha most itt lenne egy Kongóból származó ember, elmondaná, hogy vajon ő jobban szerete élni egy faluban, ahol nincs televízió, és nincs internet, de ott van az egész családja, és mindenki, aki körülötte van, azokból az emberekből áll, akik vér szerinti hozzátartozói, akik szeretik, akikkel igazán törődik, és akik felé azt a valós felelősségvállalást érzi, vagy az az ember, aki él egy dobozban, Kecskemét belvárosában, és azt se tudja, hogy hívják a szomszédját, hogy melyik a jobb élet összességébe véve, én kizártnak tartom, hogy azt, ami nálunk van, az egy jobb életminőség, még akkor is, ha nem tagadom azt, hogy kényelmesebb. És összekeverjük szerintem a tudomány által biztosított kényelmet a valódi jólléttel. És megtéveszt minket a világ, mert azt állítja, hogy csak azért, mert neked kényelmes az életed, ezért neked hát jobb az életed, míg ez nem így van. Ez az, amit én gondolok ezzel kapcsolatban. Hát nézd, először is a jó és a jobb fogalmát nem lehet objektíven meghatározni, ez teljesen egyéni értékrend kérdése. Viszont én úgy látom, hogy te például a kongói embereket, most csak egy példának mondtuk, vagy a fejlődő országok népét is idealizálod. Mert ott van a kunyhójában, ott a családjával, akiket szeret, és ott van igazából minden, amire szüksége van, hát nincs ott. Az a helyzet, hogy van ám ott malária, meg vérhas, meg ebola, meg jönnek néha katonák dzsippeken, akik lemészárolják az egész falut, és senki nem érti, hogy miért. Ahogyan az itteni életünket se idealizált alul, hogyha elfogadod ezt a tanácsot, az övéket se idealizált felül. Hogyha te úgy gondolod, hogy az egy jobb élet, akkor egyébként szabadon megteheted. Nem is kell egyébként Kongóba vagy ennyire végletesen rossz helyre menned. Létezik Amerikában egy Slap City nevű hely, ami hivatalosan nem egy város, hanem csak oda letelepedtek az emberek, és nyilván vannak törvények, de nem nagyon vannak emberek, akik azt betartassák. És szinte azt lehet mondani, hogy anarchia van. Ahhoz képest viszont egészen békésen élnek ott. Egymással az emberek hulladékokból épített házakban, lakókocsikban, szinte ilyen Mad Max-es feelingje van az egésznek. Előfordulnak persze lopások, előfordulnak gyilkosságok, ahogyan itt is, de szabadon választhatod akár azt az életformát is. Tehát nem, te sem vagy köteles ott abban a házban élni, azok között a társadalmi szabályok közt, ahol most élsz. Mint ahogy én választottam is, mikor elmentem Ciprusra, meg Londonba, meg visszatértem ide. De egyetért igazad van teljes mértékben. És higgy nekem, meg bárki, aki hallgatja, hogyha nem kötnének ide mindaz a felelősség, amit vállaltam a tevékenységeimmel, akkor én már nem lennék itt. Mint ahogy nem is voltam itt, mindaddig, amíg nem éreztem úgy, hogy engem visszaszólít az atya, hogy végezzem azt a feladatot, amit végzek itt. És ezért hát én igazat adok neked, de én ezt demonstráltam is az életem során. De hogyha most nem kéne itt maradnom, nem kötne ide mindaz, amit csinálok, akkor én már nem lennék itt, hanem már rég eltűntem volna innen is. Viszont úgy gondolom, hogy a világ úgy alakul, hogy teljesen mindegy lesz hamarosan, hogy hol vagy. Egyrészt, hogyha nem is annyira fatalista az ember, mint amúgy én látom a végidőket,
akkor is az egyértelmű, hogy a világon terjeszkedik ez a fajta gondolkodásmód, amit képvisel a nyugat, és Magyarország lehet, hogy most még nem olyan, de 20 év múlva mi is olyanok lennénk, mint ahogy ugyanaz lenne Malajziában, vagy abban a csoportban, amiről te beszéltél az előbb. Szóval csak azt akarom mondani, hogy én el is költöztem innen, és csak azért jöttem vissza, mert úgy gondoltam, hogy ide szólít a kötelességem, de ha nem így lenne, akkor én megint csak tovább állnék máshova. Szóval jól látod a dolgokat, nem kötelező itt lenni, és én nem is lennék itt, viszont még mindig jobb itt lenni, mint Londonban, ahol éltem 7 évig például, mert ez egy másfajta kultúra. Nem feltétlenül azt mondanám, és átadom a szót, hogy idealizálom, hanem inkább egy átlagot vonok abból, amit feltételezek, hogy ott van, vagy ahogy legalábbis mi érzékeljük, vagy gondolkodunk Kongóról most ez esetben, meg arról, ami itt van. De egyébként meg persze vannak negatívumok ott is, de ha a maláriáról van szó, lehet, hogy ott nem probléma a magas koleszterin szint, vagy az elhízás, vagy a rák, ami itt az, vagy a különböző légzőszervi megbetegedések, amik az egész modern világ pestise, beleértve Magyarországot is, vagy a májbetegségek, a szívinfarktus, az agyvérzés, többek között a mentális betegségek, amiknek az előfordulása csak növekszik a fejlett nyugati világban. Úgyhogy megvannak itt is azok negatívumok, amik ott, csak mellé még itt az ember el is szigetelődik. Ezért gondolom, hogy jobb, meg ezért is mennék el, hogyha az említett faktorok nem játszanának közbe. Én ezt akarom érzékeltetni, hogy ahogy távolodunk el a tudomány felé, meg a tudás felé, úgy távolodunk el Istentől szerintem, és attól az értékrendtől, amit ő meghatározott, ezért hát széthullóban van a társadalom, ami úgy gondolom, hogy egy bizonyíték az ő létezésére megint csak. Hát én nem gondolom, hogy széthullóban lenne a társadalom, változik. Ahogyan mindig minden változik, ahogyan eddig is változott a társadalmunk folyamatosan. Ítélheti ezt valaki úgy, hogy széthullóban van, de nem, szerintem nem jön az a napja. Nézd, ha csak elég csak arra nézni, hogy mennyi a születési ráta Magyarországon. Nagyjából olyan 1,5-1,6 lehet, talán egy kicsit magasabb a csok miatt, meg a intézkedések miatt, amivel az állam próbálta serkenteni a születési rátát, de az még mindig elmarad a 2,1-es fenntarthatósági születési ráta mellett. Most ezt nyilván feltételezem, te ismered, de akik hallgatják ezt, azok bizonyára ismerik, mert én már sokszor beszéltem erről, hogy 2,1 gyerekre van szükség minden nőre, hogy fennmaradjon egy társadalom, ami azt jelenti, hogy kettő nem is elég, hogyha csak mindenkinek kettő lenne, is lassan kihalna a társadalom. De Európában ez az átlag, ez olyan 1,4-1,5, ami azt jelenti, hogy Európa kihalófélben van. Az Egyesült Államokkal egyetemben. És ezt nagyon nehéz megfordítani, ezt a jelenlegi szaporulatot, ugyanis nincs elég ember, hisz nem született elég ember, és ez hosszú ideje megy. Ezért mondom, hogy szétesőben van a társadalom, nem lesz, aki fizetse a járulékokat, szóval nem lesz elég ember, aki dolgozon, elöregszik a társadalom. Ezt mindenki tudja, aki gazdaságban jártas alapszinten, hogy az előregedő társadalom, amivel a nyugat szembenéz az elkövetkező néhány évtizedben, az egy olyan probléma, amit nem lehet megoldani. Csak egyszerűen nincs rá módszer, hisz több ember használja, és kevesebb dolgozik. Ezt nem lehet megoldani, ezt a problémát. Szóval a társadalom szét fog hullani, ezért hát. És ezt nem lehet, nincs megoldás erre. Ezért mondom, a betegségeket, ha nézzük, a mentális problémákat, ez mind egy irányba mutat. Igen? Ezzel abszolút egyetértünk, valóban öregszik a társadalmunk, és ez minden fejlett országnak problémája. Viszont én azért nem látom ezt ekkora gondnak, mert én nem egyes országokat figyelek, hanem az egész világot próbálom szemmel kísérni.
És az egész világban nem jelentkezik ez a probléma, még egyelőre még mindig növekszik az emberiség létszáma, de nem fog a végtelenségig, tehát a túlnépesedés sem hiszem, hogy egy katasztrofális problémát fog okozni. Azért, mert a most fejlődő országok évtizedek múlva fejlettekké fognak válni, és ugyanezzel a problémával fognak szembesülni. Ugyanúgy elkezd öregedőbe fordulni az ő társadalmuk is, ahogyan a miénk. Az, hogy a mostani szociális minta, a mostani magyarországi szociális minta előbb-utóbb el fog tűnni, az óhatatlan. Tehát mit mondhatnék? Egyszer minden véget ér. De az, hogy a társadalom, a most fogyó társadalom helyére ne lépne egy másik, azt azért nem tudom elképzelni. Nézd, elképzelni én sem tudom, de a tények ezt igazolják, és szerintem te, mint ahogy jól megfogalmaztad, amit mondtál, ez azt jelenti, hogy érted a problémát. Ez egy olyan gyakorlati... Ez egy olyan gyakorlati probléma, amire az a megoldás, hogy több gyerek születik. Azonban a propaganda minden oldalról azt támogatja, hogy kevesebb gyerek szülessen, hisz még mindig megy a túlnépesedés herce-hurca. Most csatlakozott hozzá a globális felmelegedés, vagy nem tudom most, hogy hívják, hogy az is a túl sok ember miatt van, a túlfogyasztás, hogy az is a túl sok ember miatt van. Érthető? Szóval úgy tűnik, hogy a valóság nincs összhangban azzal, ahogy a társadalom azt előadja nekünk. És akárhogy is nézhetjük a jelenlegi világot, de ez egy szétesőben levő társadalom, olyan, mint amikor van egy nagy fa, ami belül már elrohadt és meghalt, de még a külső szemlélő számára mindig úgy tűnik, hogy él, mert még szívja ki magából azt az energiát. Ez a mi társadalmunk, ez az egész világ ilyen. Szóval, ha nem találunk megoldást a népesség fogyásának a megakadályozására, akkor néhány száz éven belül összeomlik az egész emberiség, mert nem lesz utánpótlása. És erre nincsen megoldás. Hát erre valóban nincs egyébként, de most azért döntsük el, hogy a következő 10 évre vagy 100 évre gondolkodunk előre, mert az, attól félek, hogy ezt nem értetted meg a szavaimból, hogy most a társadalom nem széthullóban, hanem átalakulóban van. Tehát ami társadalom elmúlik, annak a helyére lép egy másik szociális minta, egy másik gazdasági szervezet. Hogyha végül mondjuk pár száz év múlva az egész világ előregedő társadalomba fordul, az is meg fog állni egy szinten, és nem fog emiatt kihalni az egész emberiség, legalábbis nem emiatt fog kihalni az emberiség, beáll egy szép egyensúlyba. Ahogyan korábban is beállt, egyensúlyba nagyjából, hát lassacskán emelkedett az emberiségnek a létszáma, aztán ahogy a tudomány erőre kapott, kilőtt az emberiség létszáma, majd megáll szépen pár évtized múlva egy egyensúlyban, ahonnan majd elkezd megint finoman csökkenni. Nem tudom, hogy sikerült általában. Abszolút értem, amit mondasz, csak én úgy gondolom, hogy a realitás az ellentmond neki, hisz megállapodtunk az előbb abban, hogy ahogy a tudományos fejlődés növekszik egy régióban, úgy csökken a szaporulat, ez egy gazdasági társadalmi alapelv, amit mindenki ismer. Hogyha nő egy-egy területnek vagy országnak a gazdagsága, a gazdasági fejlettsége emelkedik, úgy csökken a szaporulat, hisz az emberek egyre többet kezdenek el foglalkozni azzal, hogy hogyan éljenek meg, és minél magasabb életszínvonalat próbáljanak biztosítani maguknak, ezáltal a gyerekek száma csökken. Tehát valahogy a tudomány nem lehetett, vagy nem feltétlen volt a szaporulat előidézője, hiszen még mindig a szaporulat azokon a területeken magas, ahol nincsen a tudományos fejlettség olyan szinten. Szóval én azt mondom, hogy nem az, hogy nem értek egyet azzal, hogy a tudománynak van ehhez köze, hanem úgy tűnik, hogy fordított az a korreláció, ami fennáll a tudomány fejlődése és a népesség között. És még mielőtt túllépnénk, és azt mondanánk, hogy ó, de hát
modern a társadalom, mindenki felvilágosult, tanult, intelligens, ezért van, igen, most, de ez nem áll meg, csak akkor, hogyha elkezdenek az emberek gyerekeket vállalni olyan szinten, ami e fölé viszi. De ha nem, akkor a kihalás a végső pont. És a társadalom már most mutatja a jeleit ennek a széthullásnak. Már most is az egyén alkotja a társadalomnak a magját, nem pedig a nagy család. És ha nem kezdjük el az emberekben tudatosítani, bár szerintem késő, ezt, akkor nincs miről beszélni, akkor akár milyen idealistán hozzáállhatunk, hogy majd meg fog változni, nem tud megváltozni. De nem fontos. Próbálok azon gondolkodni, hogy hogyan közelítsem meg ezeket a kérdéseket. Ennek a nagy része egyébként, nem tudom, jól értem, hogy az ideológia. Most az oké, hogy csökkenő tendenciát mutat a születésszám, viszont az egyes embereknek sokkal jobb életük van. De még mindig nem értem, hogy most országos szinten próbálod értelmezni, vagy világszinten. Én azt akarom mondani. 10-20 év múlva. Azt akarom mondani, hogy ez év múlva. Távolodás a biblikus értékrendtől, amit a jelenlegi társadalmunk magáévá tett, az a fajta ideológia, az óhatatlanul az emberi társadalom széteséséhez és a végéhez vezet. Én ezt mondom. Ez az, amit lát a világban. Addig, amíg ezért próbáltam felvázolni korábban, hogy amíg ez a judeo-keresztény biblikus értékrend uralkodott a nyugaton, virágzott a nyugat. Amint elkezdtünk menni ebbe a fertőző liberális ideológia felé, amit hajt hátulról ez a tudomány hívő, tudás alapú megközelítés, onnantól kezdve vége lett a társadalomnak, és láthatjuk már most a szétesés jeleit. És ez nyilvánvaló. Én ezt akarom mondani. Hogy ezért támasztja alá, ez csak számomra, hogy Isten létezik, hisz ahogy eltértünk az ő értékrendjétől, az élet szinte megáll. Hát azt nem értem pontosan, hogy miért gondolod, hogy eltérünk a biblikus erkölcsösségtől? Ez abszolút nem igaz. Uh-huh. Tehát én szerintem éppen, hogy a liberális gondolkodás az egy kiteljesedése a krisztusi erkölcs hagyatékának. Én legalábbis annak látom, mert hát lehet kritizálni a liberális gondolkodást, még mindig az a legegyüttérzőbb, az a legtoleránsabb. És szerintem, ha valaki nem toleráns, vagy nem együttérző, az azért az gond. Az, hogy az egyénre épít, mint értékre, és nem közösségekre, hát ez már abszolút ideológiai kérdés. Én, mint egyén, hát az egyén alapú társadalmat támogatom. Csak nem értem pontosan, hogy miben látod azt, hogy távolodunk. Azzal távolodunk el, hogy egyre szélesebben elfogadott a tudomány? Nem. A tudomány nincs a vallás ellen. Amit nem tudom, valójában nem kellene, hogy legyen. De te is, mintha arra utaltál volna, hogy egyre toleránsabb a világ. A tolerancia az nem egy biblikus elv. A tolerancia az egy szekuláris elv. Az a liberalizmusnak az egyik elgondolása vagy eszköze, amit használ, hogy az emberekkel elhitesse, hogy ez pozitív. De a Biblia nem arról szól, hogy mindenkit el kell fogadni olyannak, amilyen. A Biblia ez ellen van. A Biblia az ellen van, hogy mindenkit fogadjunk el olyannak, amilyen. A Biblia azt mondja, és átadom a szót Nárai, hogy igen, mindenkinek van lehetősége, hogy jöjjön, érkezzen meg olyannak, amilyen, de utána át kell alakulnia olyannak, amilyennek a Biblia azt elvárja. Szóval sem a
Például a paráznaság számunkra természetes, míg 30-40 évvel ezelőtt szégyen volt az a viselkedés, ahogy a férfiak meg a nők ma viselkednek. A házasság törésért nem olyan régen még az embereket kivégezték. Mára ez egy abszolút természetes dolog lett. Mára el lehet válni csak úgy, hogy én gondolok egyet, és ott hagyok csapott papot, míg néhány évtizeddel ezelőtt, de néhány évszázaddal ezelőtt, míg mindenféle procedúrákon kellett az embereknek átesni, és nem is házasodhatott utána sokszor. Érthető, amit mondok? Ez végig tudnék menni most az összes szegmensén a... Érteni vélem, amit mondani szeretnél. Én nem gondolom azt, hogy a Biblia az ellen lenne, hogy fogadjunk el mindenkit, mert ott van benne az is például, hogy szerest fele barátod. Hogy ne kívánd meg a barátod feleségét. Mint ahogyan a liberális gondolkodás sincs amellett, hogy mindenkit fogadjunk el. Nem kell mindenkit elfogadni, ez nem erről szól. Nem kell elfogadni egy tömeggyilkost, nem kell elfogadni egy korrupt politikust, nem kell elfogadni egy pedofilt. Ez nem erről szól, hanem arról, hogy amíg nem ártasz másoknak szándékosan, addig azt csinálsz, amit akarsz. Addig senki nem szólhat bele, hogy te most éppen csivavákat termesztesz a kertedben, vagy akármit akar. Tehát amíg nem ártasz mások. Korábban ez az alapelv nem létezett. Én nem hiszem, hogy valaki ártana másoknak azzal, hogy például homoszexuális. Mégis büntették korábban. Nézd, a társadalom tudom, széthullása demonstrálja. Érted? Ezért próbáltam felvezetni így. A társadalom széthullása bizonyítja, hogy úgy van, ahogy mondom, hogy minél több toleranciát mutatunk, annál inkább széthullik a társadalom. És igen, egyelőre még a pedofiliát nem fogadják el, de ugyanez volt a homoszexualitással is, meg a poliamóriával is ugyanez volt, ami már teljesen természetes lett, a házasságtöréssel, vagy a paráznasággal is ez volt, és már most is úgy hívják, akit mi még pedofilnak ismerünk a mikorunkból, ezeket az embereket már most is azt hiszem, hogy kiskorúhoz vonzódó személynek hívják a politikailag korrekt nyelvezetben. Hívja így. Például ez nem politikai korrektség, ez hülyeség. Biztos vagyok benne, hogy van ilyen. Nem, ez hivatalos nyelvezet az Európai Unióban. Én ezt meg tudom neked mutatni, meg az összes nézőnek, ha akarják. Ez az Egyesült Európai Unió. Hogy egyébként a szakember... Azt el tudom képzelni, hogy szakemberek így fejezik ki, mondjuk pszichológusok, vagy ilyenekkel foglalkozó emberek. De miért rossz amúgy is? Akkor eljutottunk a nagy kérdéshez, az pedig az, hogy miért rossz a pedofilia? Szerintem rossz. Szóval nem azt akarom mondani, hogy szerintem jó. Én azt akarom mondani, hogy szerintem rossz. Csak azt akarom megtudni, hogy te... Mivel indokolod azt meg, hogy ez rossz, mikor annak, aki csinálja, ez jó? Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Egyrészt a pedofília az nem, általában nem közös megegyezés alapján történik. Tehát itt erőszakról van szó. Tegyük fel, igen. Nem arról van szó, hogy egy... Nem. Tehát, hogyha valaki meggyőz egy kisgyereket arról, hogy neki az jó, hogyha összebújnak, abból végül megint csak erőszak lesz. Tehát ilyen nincs. Tehát nincs épeszű ember, aki tolerálja a pedofíliát. De mégis azt állítjuk... Ez az egyik. Még, bocsáss meg egy pillanat csak. De mégis azt állítjuk, hogy így 5 éves azt mondhatja, hogy ő a másik nemmel azonosítja magát, és akkor azt el kell fogadni. Ki állít ilyet? Ez törvény az Egyesült Államokban. Ez törvény az Egyesült Államokban, mindenhol. De most várjál, tehát hogy egy 5 éves azt mondja, hogy ő ellenkező neműnek vallja magát, azt ne keverte egyrészt a pedofiliához. De hogy nem hisz, mind a kettő szexuális. Azt a kijelentést, azt lehet attól még tisztelni, hogy ő egy másik neműnek gondolja magát. Ez ettől nem lesz erkölcstelen. De hát akkor ugyanúgy beleegyezhet abba is, hogy árt az embereknek. De
Nem, várja. Én azt akarom mondani. Nem egyezhet bele. De hogyha beleegyezhet abba, hogy ő a másik szexhez tartozik, akkor beleegyezhet abba is, hogy ő szexelni akar egy emberrel. Mi a különbség? Ki mondhat egy ilyen mondatot, viszont a másik ember ezt nem fogadhatja el. De miért fogadhatom el, hogy ő a másik szexhez tartozik, és a skandináv országokban, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában megbüntetik a szülőt, ha nem annak megfelelően kezeli a gyereket, aminek az állítja magát. Szóval ezt akarom mondani a társadalom abszurditásával, hogy lehet az, hogy hagyjuk, hogy beleegyezzen, hogy ő a másik nemhez tartozik, ami egy szexuális döntés, de nem hagyjuk azt, hogy beleegyezzen abba, hogy egy másik emberrel szexuális kapcsolatot létesítsen. És én mind a kettőt elítélem, csak azt mondom, az a különbség a kettő között, hogy amíg az egyik ártalmas, addig a másik nem. Muszáj meglátnia, és hogy ne lenne már ártalmas? Az az ember, aki próbálja... Tehát most ne haragudj az, hogy egy 5 éves gyerek, akinek a szexualitása nem pubertál, a szexualitása nincs kialakulva, még kialakulóban sincs, és ő valahol hallott valami butaságot és elkezdte ismételgetni, ne haragudj, azt nem lehet komolyan venni. De ez komolyan veszik, én ezt mondom. A világon olyan, én nem hiszem, lehet, hogy tévedek, de nem hiszem, hogy van a világon olyan szülő, akit megbüntettek azért hivatalosan, mert azt mondta a fiának, hogy te már pedig kisfiú vagy. Én nem hiszem, hogy létezik ilyesmi, vagy nem hiszem, hogy létezik olyan hivatal, aki ezt komolyan venni. Hát nézd, ez probléma, mert akkor az azt jelenti, hogy nem vagy tisztában azzal, és ezt mind tisztelettel állítom, ami zajlik a világban. De nem mondanám, hanem így lenne. Ez így van azokon a területeken, amikről beszéltem. A törvény előírja, hogy a szülőnek... És mégis... Igen? De pontosan mit ír elő a törvény? Tehát az, hogy azt mondja a kisfiú, hogy én kislány vagyok, és akkor azt mondja rá, hogy jó, hát hogyha szeretné, akkor mostantól a szociális tranzíciót, vagy a szociális átalakulást... Így van, a szociális tranzíciót, vagy átalakulást meg kell kezdenie abban a pillanatban, amikor a gyerek azt mondja. Ez így van. Ez alatt mit értesz? Az, hogy úgy kell szólítanod amilyen nevet. A társadalmi tranzíció, vagy social transition, ez azt jelenti, hogy te úgy kezeled onnantól kezdve azt a gyereket, aminek az vallja magát. A fizikális átalakulás az még nem kezdődik meg, legalábbis mindenhol nem kezdődhet meg, minden országban, de vannak olyan területek, ahol megkezdődik. Most a nem váltó, tehát a fizikális... Így van. Tehát egy kiskorú nem váltó műtétre átesett. Nem váltó műtétre gondolsz? Nézd, azt tudod, ne arra, hogy... Nem, ilyen nem. Nincs. Hogy ne lenne? Ilyen nincs. Nincs a világon orvos, aki törvényesen elvállalna egy ilyen műtétet. Nem létezik. Ne haragudj, de ez nem létezik. Egy nem váltó műtét egy felnőtt embernek sem egyik napról a másikra van, ez évek hosszú folyamata. Nem, ez nem így van. És nincs olyan, aki... Ez egyáltalán ebben abszolút, tehát ilyen nem létezik. Nézd, utána kell nézned, meg mindenkinek utána kell nézni, de én végtelen videót készítettem ezzel kapcsolatban, ahol megmutatom ezeket a cikkeket, meg törvényeket az embereknek, hogy lássák. És én ezt akarom vele demonstrálni, hogy abszurd a világ gondolkodása, hogy amerre haladunk, az az elfogadás az ilyen problémákat kreált. Nem csak, hogy létezik ez a dolog, Krisztián, hanem létezik prepubertás, pubertás blokkoló gyógyszerek, drogok, amiket szednek ezek a gyerekek, hogy ne kezdődjön el a külsődleges nemi, az elsődleges, bocsánat, nemi jegyeknek a fejlődése, meg a másodlagos. Azt el tudom képzelni, hogy vannak olyan kirívó esetek, ahol a szülő annyira idióta, hogy ilyesmiket szedett a gyerekével. Ezt el tudom képzelni, nagyobb baromságot is csináltak már szülő gyerekükkel a világban, de az, hogy ennek van egy törvényes metódusa, hogy egy prepubertáns gyereket nem váltó műtéten keresztül, ilyen nincs. Ilyen törvényesen biztos, hogy nincs. És nem is lesz soha. Jó. Ezen nem akarok vitatkozni, mert én tudom, hogy így van,
de ha nem is akarlak meggyőzni, mert mindenki csak utána tud nézni ennek nagyon-nagyon egyszerűen. Nem váltó műtét egyelőre korlátozott mértékben érhető el valóban kiskorúaknál, de a prepubertás megakadályozására szedett drogok az egy egyre szélesebb körben alkalmazott idézőjeles orvosi beavatkozás. Szóval jobb, ha utána nézel, és a kémiai kasztrálás, amiről szó van, az úgy majdnem ugyanazt az eredményt éri el, mint a fizikális. Hogyha elkezded szedni a prepubertás gyógyszert, akkor utána onnantól kezdve te már nem fogsz tudni abban a nemben élni, aminek születtél. És ez egyre szélesebb körben, és egyre szélesebb földrajzi régiókban elérhető, és ez Magyarországon is így lenne, hogyha nem úgy állnánk hozzá ez, ahogy hozzáállunk, és itt vissza kell térnünk megint csak a judeo-keresztény értékrendhez, ami megakadályozta ebben az országban, hogy ez így legyen. Szóval valójában így akartam én ezt az egészet összefogni, hogy amennyiben eltérünk ettől, akkor ilyen abszurd területekre fogunk érkezni. És ez mind annak az eredménye, hogy az erkölcsöt az ember úgy akarja meghatározni, ahogyan azt ő szeretné. Ami veszélyes, legalábbis én úgy gondolom. Az a gond, hogy onnantól kezdve erről nem igazán tudunk érdemben vitázni, amíg neked van egy állításod, és én azzal egyenesen ellent mondok. Te neked csak van egy elképzelésed, én viszont azt mondom, amiről tudom, hogy úgy van. Honnan gondolod, hogy nekem erről csak egy elképzelésem van? Hát onnan, amit mondasz, hogyha tudnád, hogy van, akkor tudnád, hogy így van. Hisz ez a valóság ezt demonstrálja, amit mondok. Ezt akkor visszakanyarodok a legkorábbi kérdésedre. Biztos, hogy nem mi tudjuk rosszul? Hát ha hazudnak az összes újságok, meg mindez, amit én átnéztem, például itt most a New York Times, akkor igen? Hát nézd, az újságoknak legalábbis a 90%-a marhaságokat. Úgy a nem váltóvodásokról, mint a ellenpólusról. Mindenhonnan jönnek hülyeségek. Azt például el tudom képzelni, a New York Times megírt egy-kettő vagy három olyan esetet, ahol törvénytelenül elvégeztek egy ilyen műtétet egy gyereken, de ez legalább akkora bűn lenne, mint a pedofília. Az én erkölcsöm legalábbis ezt mond. Egyet értek, nem a te erkölcsödet próbálom én most górcső alá venni. Azt is el tudom képzelni, hogy vannak olyan szülők, valószínűleg nem több száz, hanem több ezer, akik ilyen nemi hormon blokkoló gyógyszereket szeretnek a gyerekeikkel. Meg kimennek az 5 éves gyerekkel a Pride-ra, és akkor színesbe öltöztetik, és akkor ott mutogatják szegény gyerek, meg azt se tudja, hogy mi történik körülötte. Ezeket az embereket ugyanúgy elítélem, mint te. Nézd, abszolút. Én azt akartam mondani, hogy ezek az úgynevezett kémiai segédeszközöket, mint a drogokat, azt alkalmazzák prepubertás korban az egészségügyi rendszer keretein belül, amikor az úgymond szakemberek ezt jónak látják. Utána a fizikális átalakulás az általában a 18. életévhez kötött. És én azt akartam ezzel kifejezni, hogy bár én elítélem, amit mi úgy ismerünk, hogy pedofília, de hogyha egy gyerek eldöntheti, hogy ő a másik nemhez tartozik, és a törvény ezt védi, akkor el kell, hogy tudja azt is dönteni, hogy mikor iszik alkoholt, vagy mikor dohányzik, és mikor szexel meg kivel. Itt arról kellene beszélni egyébként, hogy tehát, hogyha egy gyerek ezt így kijelenti, és ezt a kijelentést a törvény véd, pontosan mit véd a törvény? Tehát azt a kijelentéshez való jogát, hogy ezt ő kimondhassa? Mert azt akár védhet-e is. Miért nem mondhatná ezt a gyerek? Annyi butaságot beszélnek a gyerekek. Ne higgy, hogy... Tehát én nem vagyok képes egy 5 éves gyereknek ilyen szavait komolyan venni. Én sem.
De ettől függetlenül a törvény még az, hogy kénytelen vagy. Csak utána kell néznie mindenkinek. Jó, én kisgyerekkoromban... Igen? Jó, az utána kell nézni, az nagyon sok ér. Tehát azért feltételezett, hogy nem néztem utána, mert én egy másik világot látok, mint te. Nem, csak azért, mert nem azt tükrözi, ami a valóság, amik a tények az alapján, amiket látunk a törvényben, illetve a hírekben. Csak ezért mondom, nem azt mondom, hogy te ostoba vagy, érted? Ne érts félre. Én csak azt mondom, hogy ez egy tény. Nem, azért csak... Szóval ez nem is vita kérdése, hogy hogy van pubertás megelőző gyógyszer, amit alkalmaznak az Egyesült Államokban. Ez nem is egy olyan dolog, ami már az emberek felkapják a fejüket, hogy hoppá, ezt mindenki tudja, hogy ez létezik. Azt is tudják, hogy ha a gyerek odamegy az iskola pedagógushoz, hogy őt nem úgy szólítják az iskolába, otthon, hogy amit ő kitalált, akkor azt abuse, vagy bántalmazásként értékelik, és kötelezni fogják a szülőt, hogy úgy szólítsa. Ez így van Skandináviában, az Egyesült Királyságban, az USA-ban, és az úgymond fejlett országokban, mindenhol, Nyugat-Európában is. Lehet, hogy nem kezdheti meg a fizikális tranzíciót, vagy átalakulást, de azt a szociális, illetve akár a kémiait már megkezdheti bizonyos korosztályoknál kiskorúként. Sőt, megállítják a pubertást gyógyszeresen. Ezt nem én találom ki. Én ezért mondom, hogy lehet, hogy nem néztél utána, vagy nem tudom. Én nem feltételeztem, hogy te találtad ki. Uh-huh. Csak én nehezen tudom elképzelni, persze lehet, hogy tévedek, a tévedés jogát mindig fenntartom, hogy egy szakember, egy orvos, aki óriási felelősséggel tartozik a tetteiért, az ilyen beavatkozásokat végezne, mert ez óriási károkat okozhat egy gyerek szervezetében, egy fejlődő szervezetben. Nehezen tudom elképzelni, hogy egy törvényhozó, egy jogász, egy ügyész, azoknak csoportja ilyen törvényeket találna ki, és ezt az emberek így meg is szavaznák. Ez nekem nagyon nehezen elképzelni. Hallottam már ennél sokkal durvábbakat. Még mondok is. Nézd, az, hogy Ennél mérhetetlen durvábbakat hallottam, csak nehéz elképzelni a realitás talaján, hogy ez valóság. Nézd, annál nincsen. Ugyanúgy, annál ahogyan nincsen. Mondjuk a... Igen? Ugyanúgy, ahogy nagyon sok mindent hallunk nem ebben a témában, például, hogy a holdra szállás kamu volt, nagyon sok ilyet lehet hallani, mégse tudom elképzelni, hogy ez valóság, mert a holdra szállás megtörtént. De ugyanonnan szerzed az információt, amire azt mondtad az előbb, hogy 90% a kamu. Ezt nem onnan szerzem, az történelmi tény. Hát a történelem azért, az ugyanúgy egy írás. Tény. Az emberek által azt ez is. A New York Times is közölte, hogy a holdra szállt. Csak ugye érdemes különbséget tenni tények és vélemények közt. És honnan hogyha tudod, hogy az egy tény? A holdra szállás kamu lett volna. Onnan, hogyha a holdra szállás kamu lett volna, akkor az oroszok azonnal telekürtölik vele az egész világot, mert hogy a két nemzet versengett egymással. És az oroszok műszeresen igazolták azt, hogy az amerikai űrhajósok leszálltak a holdra. Nem azt mondták, hogy hello, gyerekek, ez csak egy játék, nem vagytok a holdon. Hanem az, hogy igen, hát oké, ez a tiétek. Jó, király. Na, gyerünk tovább. De mi küldtünk fel először férfit, meg mi küldtünk fel először nőt, meg miénk az első műhold. Jó, az amerikaiak mentek elsőnek a holdra, oké. Több mint 400 ezer ember dolgozott az Apollo programon. Szerinted nem szivárgott volna ki? Ugyanúgy, ahogy ezeken a dolgokon írás, dolgozik egy egész egészségügyi rendszer, mégis ezek szerint ezt hazudják. De ez például egy weboldal az Egyesült Királyságból, a Brook Intézet, ahol azt írják, hogy ha valaki 16 év alatti, akkor hormonblokkolókat kaphat, amely késlelteti a pubertással járó fizikális változásokat, és amennyiben a személy eléri a 16-ot, onnantól kezdve tesztoszteront vagy ösztrogént kaphat, ami az ellenkező nemi hormon, a nő tesztoszteront, a férfi ösztrogént. És ez kiskorú. Nagyon fontos meg...
Nem, de már egy pillanat, csak én azt akartam, de nagyon fontos, nézd, például... én azt akartam mondani ezzel, hogy amerre tart a világ, ez most így van. A dolgok, jó, értem, hogy a slippery slope az nem feltétlen egy bizonyíték, de ha megnézzük, hogy mi történt a szexuális forradalom, hogy honnan indult, és milyen degenerációba torkollott, ez feltételezhetjük, hogy ennek is ugyanaz lesz a vége. Szóval 16 éves, az már kiskorúnak számít, és ez hormonterápia az NHS-szel, ami az Egyesült Királyságban a társadalom biztosításnak a megfelelője, és ezt a general practitioner, szóval a házi orvos beutalhat téged egy gender vagy gender specialistához, vagy klinikára, ahol tovább vizsgálják, és utána ezt használhatod. De meg is mutatom mindazoknak, akiket ez érdekel. De mindegy is, nézzen utána mindenki. Szóval ez, amit mondok, ez így van. És csak annyit a holdra szállásról, meg erről az egész történelemről, hogy semmi bizonyíték nincs arra, hogy az megtörtént azon kívül, a felvételeken kívül, amit láttunk, az, amit mondanak nekünk arról. Ha ebben hazudnak, meg elfogadjuk, hogy a politikusok korruptak, akkor hazudhatnak abba is, nem? Ez igaz, de konkrétan a holdra szállást csak példaként mondtam, abban nem éljünk bele, ez egy másik műsor lenne. Viszont például leírja, itt mondod ezt az újságcikket, leírja, hogy 16 év alatt kaphatnak hormonblokkoló gyógyszereket, azt beleírja a cikk, hogy milyen körülmények között és milyen feltételekkel? Ha ezért mondtam el, hogy el kell... Hogy úgy gondolod, hogy elég... El kell mennie a házi orvosához, aki beutalja utána egy klinikára, ahol kivizsgálják, és aztán... Érted? De attól függetlenül még a tény... De mi alapján döntik ezt el? Tehát ez attól még egy nagyon-nagyon bonyolult orvosi folyamat lehet. De nem az, és mert... én el tudok képzelni olyan betegségeket, tehát nem tudsz olyan betegséget elképzelni, ahol ez indokolt? Például, hogy a gyerek hermafrodita? Tehát nem gender, hanem ez egy testi elváltozás. De nem, de az nem is kezelni kell. Ami tartozik, az nem is tartozik ide. Szóval a fizikális elváltozás az ugye nem is a gender diszfória kategória, hanem az lenne már akkor egy fizikális, ami egy orvosi beavatkozást igényel. Ez pusztán az, hogy az a gyerek azt mondja, hogy ő ez. De nézd, szerintem ezt amennyire lehetett most kiveséztük, és lehet, hogy utána tudsz nézni, meg én is találok akkor cikkeket, de ez egyébként nem is egy újságcikk volt, ez a Brook intézet volt az Egyesült Királyságban, ami kifejezetten ezzel foglalkozik. Ezzel a kérdéssel, meg ezzel a témával. Lehet, hogy hazudnak, persze, mint ahogy... Na, csak azért... Vagy ugye megírnak egy igaz dolgot, az igaz dolognak a felét. És akkor mellé költenek még valami mást. Abszolút, mint a holdra szállás. Én azt nem hiszem el, hogy egy 5 éves gyerek, akinek nincsen nemi identitása, mert nincsen, az képes nemi diszfóriát érezni. És hogy erre bármilyen magára valamit adó szakember is azt mondja, hogy igen, a gyereknek nemi diszfóriája van, és ezt érdemes gyógyszeresen kezelni. Tehát ezt nem hiszem el, hogy létezik. Nem is baj. Én se hiszem el a holdra szállást. Ennek ellenére egy csomó ember elhiszi, szóval ezen nem fogunk összeveszni. Én csak azt mondom, hogy ha utána nézel, kíváncsi lennék, hogyha utána néznél ennek, de úgy rendesen rászánnál egy kis időt, és megnéznéd azokat a cikkeket, amiket találsz ezzel kapcsolatban, hogy mi utána mit mondanál erről. Mert a fizikális átalakulást az 18. életévhez kötött a legtöbb helyen. Sokkal hamarabb megkezdheted mind a szociális, mind pedig a gyógyszeres tranzíciót, hogyha akarod. De ezen a ponton, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy egyre menned kell a... És igen, az a helyzet, most már be kell fejezni. Úgyhogy nézd, én meg köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, Krisztián, és remélem, én élveztem, meg érdekesek találom mindazt, amit mondtál. És köszönöm, hogy itt voltál. Bízom abban, hogy mindenki hasznosult át ezt köszönöm, a videót. Átadom a szót, és akkor elbúcsúzhatsz mindenkitől, és mindenkinek a legjobbakat addig is, és halleluja.
Köszi. Minden jó. Jó, megállít. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!